A sikítás! Hát úgy gondolom, hogy csak előkerült a bohóc és szívele. Szervusztok, kedves gyerekek! Köszöntöm azokat, akik velem jöttek a buszon, de köszöntöm azokat is, akik gyalog jöttek, anyával, apával, mamával, vagy biciklivel, autóval, repülővel, Szóval mindenkit nagy szeretettel köszöntök, örülök, hogy eljöttetek, örülök, hogy megnéztétek ezt a nagyszerű kis műsort, remélem mindenkinek tetszett, a nevetekben is megköszönöm a fellépőknek, hogy ezt bemutatták nekem. Kaptam egy puszi cibelétől. Őszinte szeretet és tisztelettel köszöntöm Önöket, főleg a gyerekeket, és amit láthatják, minden gyerek egy ilyen nagyszerű, nagyszerű csomagot fog kapni. Mikulás, neked meg kurvára köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm. Itt most egy kis füstszó volt, amit tekintsük úgy, hogy kifütyültük, igaz? Na gyerekek! Van egy olyan kérdés, ami csak én, a Mikulás tehet föl nektek. Azt szeretném megkérdezni, hogy jó gyerekek voltatok-e az idén? Na, halljam. Igen? Akkor megígérem nektek, hogy jövőre is eljövök. Akarjátok? Igen! Úgy legyen! Még visszaadom a szót Ciberinek, mert úgy látom, szeretne valamit mondani. Úgy a csodában, nem? Hát ilyen nagyszerű Mikulás gyomaedrődön csak egy van, és több nincs is. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki részes ennek a műsornak, főleg a kedves vendégeknek, a gyerekeknek. Kezdődjön a csomagosztás! Hát még egyszer szeretném elmondani mindenkinek, hogy ha van a kis jegye, az hozza magával, és megkapja a Mikulás csomagot, utána pedig fáradjon ki majd az előtérbe, ott majd meg fogja mindenki kapni a kalácsot és a friss, forró kakaót. Úgyhogy kedves gyerekek, gyertek a Mikuláshoz, fogadjátok nagyon nagy szeretettel az ajándékot. A kedves vendégektől is, Cibere a bohóc nagy tisztelettel és szeretettel elköszön, és engedjék meg, hogy nagyon boldog karácsony és boldog új évet kívánjak. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy megtisztelte a Cibere Mikulás Fesztivált. Köszönöm szépen!